Sziasztok, Joanny vagyok, üdvözöllek a csatornámon, ismét a kristályos kiegészítővel jöttem a következő részen. Az előző részben Eleanornak sikerült összeszedni annyi kristályt, amennyit kellett, most már csak Ethannek kell egyet összeszedni, sajnos nem sikerült odaadnom neki az ékszert, mármint Eleanornak, mert elrontottam a dolgot, de még azt megpróbálhatnánk, hogy leveszi, visszarakom az inventoriába, és akkor úgy átadja újra. Mert akkor... Hát, ha összejön még egyszer. Jó, és akkor nála van? Hogy már újra meg kelljen csinálni, mert megcsináltam. De meg kell visszaadni. Jó, akkor adjuk neki a karkötőt. Adjuk. Igen. Visszaadom neki azt, amit ő adott. A karkötőt akartam odaadni, de azt nem engedi valamit. Csak azt, amit ő adott. Sajnos. Flan for Vantu! Taru! Fatish! Tepsa Turib! Wow, awesome! Utuni! Mint egy annyira nem tetszett úgy se rajta, hogy... Oké, legalább ez a része megvan az élet céljának. Akkor elküldöm egy kicsit aludni, mert fáradt. Őt is elküldöm egy kicsit aludni. Jó, szeressen a fitness. Mind a ketten aludjanak egy picit. Úgyis késő van. Jól van, kialudták magukat. Vlad. Nem tudom, mit szeretne. Gyorsan reggelizzenek valamit. Burító. A burítót is meg kell főzni a mikróba. Genesee. Ezek szerint igen. Meg ezt így hidegen. Nem várom a mikrót. Nem várja meg. Jó lett az így hidegen is. Hú, az hidegen is. Hú, a tiéd az nagyon jól néz ki. Mi volt ez? Ja, ez a pej. De jól néz ki, hogy vannak rajta gyümölcsök. Hát közelről az. Közelről minden érdekes. Jó. Fáj a háta. Mi a baja? Mit van? Ja, nem tetszett neki a mikro. Értem. Szeretnél inkább főzni? Szóval... És akkor ez miért jó? Hogy erre le van vágva. Ezt nem értem. Megnézem, hogy jött-e azóta valahova kristály itt a környéken. Hogyha visszamegyünk. Hol szedtük azt először a sivatagba? Ha tegnap voltunk arra, akkor még nem volt ott semmi. De ez nem kristály. Nem... Hopp, hopp, hopp. Mi ez? Másik kristály. De ráadásul nem is... Most hogy van az, hogy először őt küldtem el, aztán meg őt? Véletlen átváltottam? Te nem kell, hogy gyere. Azt hittem, hogy kristály, de nem, mert csak egy kavics. Ebben nem vagyok, lehet kristály. Ne kezdjél beszélgetni most mással, mert nem az a feladatod. Mi ez itt? Ott egy kristály. Megvárom, amíg eljut ideig, mert nem tudom, hogy végig csinálja, amit kérek. Hagyd már békén ezt. Azt imád. Limestone. És aztán kristály. Yes! Na, szuper, akkor neki is megvan ez a része az élet céljának. Úgyhogy akkor folytathatjuk tovább. Mert különben azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy érdemes lenne csak az egyiknél csinálni ezt a ékszeres dolgot, és akkor a másiknak meg kiadni azt, hogy a handinest fejlesztem, mert ugye ki kéne nyitni azt a bányát, mert ott elvileg nagyon jó kristályok vannak, úgyhogy nem tudom, hogy lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy az egyik az tulajdonképpen inkább a handinest fejleszti. És akkor nála nem is csinálom ezt a küldét, hanem csak egyszer kell akkor megcsinálni.
A handinest azt már tudja fejleszteni, hogy készít olyan fa dolgokat, amit pedig nagy nehezen megtaláltam, ez az. Szóval nem tudom. Hát azért ezt is elég sokáig tart kifejleszteni. És most, hogyha még a kristályosat is csinálja, meg ezt is csinálja, akkor lehet, hogy ez túl sok már. Jó. Igazából azt kéne, hogy megnézem, hogy mi van ebben az életcélben még. Van olyan, hogy kristályfa. És az hogy kell? Jó, akkor legyen az, mivel eléggé szükségünk lenne arra, hogy ő inkább a handinest fejleszt, hogy akkor ő a handinest fogja csinálni, és akkor csak Eleanorra fogom csinálni most egyelőre a kristályos dolgokat. Legalább több kristály lesz. Jó, tehát akkor kell egy olyan kristály grid. Az az egyik. Ez az. Hát ezt ide lerakjuk. És akkor egyelőre ez nem kell, ezt majd berakom ide, hogy hír nem dolgozik rajta. Jó, megvan a kristály grid. És akkor itt kell feltölteni. Mondjuk a fülbe valót. És akkor honnan tudom, hogy feltöltött. Aha, tehát többet kell rárakni, az a baj. Megpróbálom levenni őket, hát akkor engedi. Igen. Gemstone. Erre van olyan? Ezeket nem fogadja? Lehet, hogy... Ja, mert olyan kell, amit a... Aha. Amit ott lehet készíteni. Vigyeljük ezt is. És akkor most mennyi van rajta? 1, 2, 3, 4, 5, tehát akkor még 2 kell. Hát akkor csinálj egy randomot, mondjuk, vagy 2-t. Hagyd már békére! Hát ő meg itt nem tud dolgozni nyugodtan, folyamatosan kimegy dumálni. Nem sikerült a lovacska. Persze, hogy nem, mert folyamatosan megzavarta. Nem lett jó az se? Nem, sajnos. Nem baj, rád fel! Na, vagyjuk fel! Most ideges. Már nem sikerült. Oké, itt viszont sikerült valamit csinálnia. Nem is láttam, hogy micsoda. Mi ez? Ez egy karkötő. Jó, akkor csináljunk vele még egy... valamit. 145... nem is tudom. 70... mondjuk legyen egy ilyet. Igen, de nem akarom ezeket elhasználni egyelőre. Úgy legyen ez a szép rózsa. Róz. Ah, és akkor most itt ezen dolgozik. Na, ilyet még nem is láttunk. Eltűnt. Szóval ezt most másképp csinálja. Mint az előbb. Jó sokáig eltartam úgy, ahogy elnézem. És akkor ez még mindig nem töltődik. Ja. Amúgy lehet, hogy azért nem töltődik, mert belülre raktam. Ott ír egy kintre kell rakni. És akkor mikor fog töltődni? 7 és 7 között. Tehát este 7 után fog töltődni. Akkor az éjszaka kell neki, úgy látszik. Hát nem baj, akkor lehet, hogy nem is kell a hetet rápakolni, de mégis már mindegy, mert ezt is rárakjuk, és akkor feltöltjük őket, fel tudja akkor majd venni. Legalább elérte a level 4-et. Itt Ethan pedig nagyon lazsán. Azt a mekkora lett! Hát ez hatalmas! És ezzel mit lehet csinálni? Jó, hogy el lehet adni? 244 szimonát. És össze mi a 30 szimonát? Vagy mennyi volt ez a róz? Ugye ezt itt
kiválasztottam ezt, ez 70, meg ez az 50, az 120, és abból lett 244. Akkor az 124 az jó. Mondom, akkor még jobb, hogyha saját kristályokat tudom csinálni. Nem, mert megint őt zavarod, ahelyett, hogy így gyakorolnál valamit. Igen. Ezt kéne, hogy ez hogy kell. Aha, szóval itt... ezt kéne elkészíteni. És ezt el lehet elvileg ültetni. De akkor ültessünk valamit. Ezeket miért nem lehet megvenni? Nem lehet megvenni, azokat csak összeszedni lehet. Okay. De ha már ültetek, akkor ültessünk egy kicsit izgalmasabbat. Ami nekem van, az 225. Ha az a legértékesebb. Na baj, akkor ezt a pirosat csináljuk meg most elsőnek. És akkor elvileg azt el lehet ültetni. Ő meg most épp csinál egy ilyen ültetőt, úgyhogy majd akkor abba belerakjuk. Ha sikerül. De sikerülni fog, bízom benned, most már egyre ügyesebb vagy. Menni fog ez. Igaz, hogy még mindig nem raktam be oda az asztalt, hogy ezt eltervezted, de majd most mindjárt berakom. Készen vagy? És hova tetted? Igen, nézzük meg. Valószínűleg ide. Itt van. És akkor ebben lehet ültetni. És akkor most be tudom tenni. Így. Mit tettél a mikróba? Ez mi? Nem derül ki. Nem derül ki, hogy ez mi a csoda, amit ezik. Pizza. Pizzaról. Aha. Hú, de szép lett. Kiváló minőségű. És akkor ez így mennyi? 299 színvonalat ér, és ez csak azért kellemetlen, mert ugye 300 elkészíteni. Ja, és akkor most ezt így teljesen ignorálta. Ja, nem, elkezdte készíteni, de úgy látszik, hogy közben kellett menni most dolga. Bocsánat. Jogos, jogos. Te hogy érzed magad? Álmos vagy? Jó, akkor aludj. Ő meg itt befejezi, aztán ő is megy aludni. Elkészült. Na nézzük is, hogyha ezt ide beleteszem. Plant. Mennyire lehetne amúgy eladni? Neked most muszáj, most komolyan? Menj már innen. Menj innen. Sipítsz innen. Sipítsz. Megzavartam. Na, sikerült elültetni? Igen. Töltenek! Ó, oda nézzetek! Töltenek! Vileg, hogyha reggel 7-ig itt vannak kinn, akkor ugye fel fogunk teljesen tölteni. És akkor már csak fel kell őket venni. Hát tulajdonképpen ő is csinálja itt a küldiket, úgyhogy... Nála is ki lett pipálva, attól függetlenül, hogy ő ültett el. Nem kell meglocsolni, dehogy nem. A kristályt is meg kell locsolni, mert különben nem lesz benne a kristályfa. Jó, mehet aludni. Hú, de nagyon töltenek itt a kristályok. Mindjárt készen vannak. Azt nézzétek. Hú. Ez nagyon menő, amúgy nagyon teszik. Ó, csak nem főző. Milyen hosszú szakáll lett pillanatok alatt. Hát, hogy azért csak kéne ide raknom nekik egy sütőt. Megérdemlik, hogy ügyesen dolgoznak. Csak aztán ne gyújtsátok fel a házat, légy szíves vele, légy szíves. Jó, kösz. Mondjuk... Ja, ez nem olyan. Kapsz egy ilyet. Na, hát ezzel nem is lehet felgyűjteni, de legtávos. Nem? Nem? Ugye? Nem ilyen ételt készített, hogy szegénykém, nem jó szakács sajnos. Hagyjuk. Inkább el lehet zuhanyozni.
De kevesebb bajban, mint a főzéssel. Ugye próbáld meg ki ezt, hogyha vettem már neked ilyet. Na, hát hogyha ezzel jobban megy. Ja? De miért váltok át mindig, amikor ő vele akartam? Én váltok át? Vagy hogy váltódik át? Nem tudom, ti figyeljétek, hogy ott mi történik? Mert én vele voltam, aztán nem tudom, véletlenül átváltottam rá. De utána borotválkozunk valamit. Mert egy kicsit most már túl gyorsan nő. Én nem tudtam, hogy egy gyorsan nő egy szakáll, de... Látszik a Sims-ben még ez is fura. Na? 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 Normál minőségű, hát ez... Tudod mit? Ez már valami. Igaz, hogy tiszta kosza pult, de nem baj. Gyere, egyél te is. Nézd meg, főzött neked. Itt finoma. Gyere, Elmar. Én szerintem a több tüzbe dobom a hűtőbe. Elég lesz az most nekik. És akkor itt lehet folytatni a handinázt. Mindenfélét csinálj, ha lehetséges. Ha. Ops, nem. Jó. Jó, feltöltöttek az ékszereink. Bizony, feltöltöttek az ékszereink. Hoppá, nem az egészet, csak az... Csak az ékszereket szeretném. Nem lehet levenni? Vagy most... Jó. Ezt visszaadjuk. Ethannek, és akkor ő meg ezt fogja viselni. Mondjuk azt nem tudom, milyen hatása van. Jó! Hát ez nagyon hasznos neki ez a hatás. De ez nagyon jó lehet a százbaba kihívásnál. Ha ezt viseli a Sim, akkor nagyobb az esélye annak, hogy ikreket, vagy hármas ikreket fog szülni. Ez neki kifejezetten jó. Aj, nem tudom innen levenni őket. Ó, meg flörtölös lett. Mit raktam rád? Ezt raktam rá. Igen, ez is ilyen romantikus lett. Érdekes. Jó, mindjárt megnézzük, hogy a többi. Hopsz. Ezt visszarakjuk. Hogy a többi mit tud? Na. Igen, ezt már beszéltük, hogy a rossz módokat csökkenti. Ez... Igen, a barátokkal és a családdal a viszony az gyorsabban megy fölfele, és lassabban lesz, és az idegesség az gyorsabban múlik. Na, ez a karizma skillt fejleszti gyorsabban, és jobban tud barátkozni a barátságos dolgokkal. Hamarabb túl van a szakításon, a social nem megy olyan gyorsan. Aha. De és ezt hogy vegyem fel? Ez valamiben bele lehet rakni, vagy hogy? Valószínűleg nem. Tehát mert így magában nem lehet fölvenni. Vagy hogyha az inventoriában van, az elég? Nem tudom. És ez... Könnyebben lehet találni ezzel értékesebb kincseket Salvador Eldában. Tudjátok, ahol lehet kincseket vadászni. Ó, nézzétek! Nő a kristályfánk, itt nő, jaj, de cuki! Nagyon aranyos vagy. Na, hát ezzel is haladunk. Jó, akkor ez meg is volt. Most már csak neki kell fölvenni ezt. Egy pillanatra megállhatsz ezzel, megengedem, jó? És akkor fölveszed. Neki is akkor megvan. És akkor most már fog tudni ikreket, meg hármas ikreket szülni. Érdekes, jó.
Shiv? Csak Shiv van? Nincs olyan, hogy... Aztán van olyan, hogy be lehet állítani, hogy mennyire borotválja le. De hagyd már békén, hogy... Na... De rájössz később is, menj ki. Na! Most aztán egy gép se csinál semmit a végén. Jó, akkor menj. Oké, akkor elküldöm el a PC-re. Most akkor ki tud jönni. Igen, most egy szépen kezdett is. Nem tetszett neki, hogy borotválkozni akar, de akkor is borotválkozzon. Jó, mennyi Simoleonunk van? 2016. Nem tudom, hogy ezeket elkezdjük-e küldeni, gyűjteni, és kirakjuk-e valahova, vagy mi legyen velük a robotpárt. Tényleg robotot még sosem építettem a játékban, mert lehet, hogy kéne egy olyan minisorozat, egy robotépítés, mert az végül elmaradt, mert szerettem volna egyszer elmenni ilyen robotos egyetemre, és akkor építeni robotot, de azt végül nem csináltam meg. Úgyhogy egyszerűen jó lenne egy olyan is. Mit szólnátok hozzá? A robotos sorozat. És akkor robotokat építünk. Írjátok meg, hogy ki legyen a főszereplő, és akkor én meg gondolkozom még rajta. Következő, mit kell csinálni? Ugye a fát növesztük, az nő, az rendben van. Kiváló minőségű ékszert kell készíteni, 5 darabot. És akkor... Fókusznak kéne lennie. Ajaj, az nem jó, mert az a baj, ami rajta van. Ezt most le kell szednem. Mert az nem engedő, hogy fókusz legyen, mert a top priority. Oké. Okay. Szereti a vicceket, ami kapcsolódik a WC-zésen. Oké. Okay. Nem? Nem? Tehát ezt mondtad az előbb. Na, gyerünk, csinálj valamit te is. Csinálj egy tükröt. Berendezzük a házat hozzá, amit te készítesz. És itt készített egy karkötőt, ami 274 Simoleon, aha. És mit tud? Mental skill az gyorsabban megy. És azon gondolkozom, hogy hogy érjem el nála azt, hogy fókusz legyen, mert ugye az kéne az egyikhez ehhez. Ez még nem az utolsó része az életcélnek, vagy hogy van? Még van egy része? Még van egy része. Hát akkor ez nem lesz egyszerű. Valahogy el kell érni nála azt, hogy nagyon sokáig legyen fókuszt. Hogyan lehet elérni azt? Vannak olyan füstölő például, amivel fókusz lehet. Lehet, hogy az kéne, hogy veszek egy füstölőt, ami szerintem valahol itt van. Csak nem tudom, hogy pontosan melyik az. De lehet, hogy nem is itt van. Nem tudom, mi a füstölő angolul, de most azon gondolkoztam, hogy veszek egy... festőállványt, és megpróbáljuk elérni, hogy fókuszd állapotban legyen. Fessen egy fókuszt festményt, ezt kitesszük a falra, és akkor folyamatosan fókusz lesz. Aha. Jó a terv, csak nem tudom, hogy hova van a füstölő, mert nem emlékszem. És nem tudom, mi az angol neve a füstölőnek. Nem tudom, hogyha meditál, attól is lehet, hogy fókusz lesz. Nézzük meg. Nézzük, hogy lehet, hogy az használ. Meditálj egy kicsit, fókuszd állapotban, létsz magad. Most jól érzi magát, de nem fókuszt. Nagyon figyel a légzésre. Ez lett a nyári ruha? Ezt felszoktam neked? Oké. Okay. Igen is. Érdekesen néz ki benne. Nem lenne akar fókusz lenni. Tehát ez nem jó. Mégiscsak én az a füstöl, ami. Na jó, minden esetre innen fogjuk folytatni, átgondolom, lehet, hogy majd megkeresem ezt a füstölőt, megnézem, hogy mi annak a neve.
Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a részt, remélem, hogy tetszett nektek. A következő részben itt fogjuk folytatni a dolgokat, megnézzük, milyen lesz a fa, arra nagyon kíváncsi vagyok. És megpróbáljuk befejezni ezeket az életcélokat is, hogy az utolsóval is fogjunk tudni foglalkozni. Remélem, hogy tetszett nektek ez a rész, igen, akkor dobjatok egy lájkot. Ha szeretitek, amit csinálok, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!